Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Deák László, evangélikus lelkész vagyok, és a Pax TV egyik műsorára szeretném felhívni a figyelmüket. Ebben a műsorban a 10 éves és a fiatal felnőtt korosztályt szeretnénk megszólítani. Az őket érintő kérdésekre szeretnénk közösen választ keresni. Kedd esténként két vendégemmel várom Önöket a TV képernyője elé. Az egyik vendégem a Szentírást jól ismerő ember lesz, különböző felekezetek lelkészei, akik erről az oldalról, Isten igéjéből kiindulva fognak választ adni a kérdéseinkre. A másik vendégem pedig egy világi ember, aki a saját területén alkotott valami elismerésre méltót. Várok ide művészeket, sportolókat, zenészeket, orvosokat, ügyvédeket, és az élet különböző területeiről nagyon sok ember. A cél egy igazi párbeszéd kialakítása. Párbeszéd a világi emberek és a keresztény emberek között. Mert hiszem, hogy van mit tanulnunk egymástól. Mi keresztények tanulhatunk a világi emberek tapasztalataiból, gondolkodásaiból. Ők pedig tanulhatnak abból, ahogy mi a Szentírásra tekintünk, hogy a Szentíráson keresztül tájékozódhatunk. És hogy ne csak a mi hármunk párbeszéde legyen ez az adás, szeretettel várom Önöket is a képernyő elé. Úgy is, hogy betelefonálhatnak ebbe a műsorba, elmondhatják véleményüket, elmondhatják kérdéseiket, és mi legjobb tudásunk szerint igyekszünk is erre válaszolni. Majd a másik héten az Önök által elmondott kérdésekre egy hosszabb adásban igyekszünk tovább együtt gondolkodni. Így várom nagyon sok szeretettel Önöket minden kedden este ide a kút mellé közös beszélgetni.